Pályaválasztási szülői értekezletet tartottak október 24-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, valamint a Sárospataki Református Gimnázium és Kollégium intézményeinek vezetői adtak tájékoztatást iskolájukról és a felvételi rendszerükről. Azt gondolom, hogy egy betekintést nyerhetnek a szülők az ott folyó munkába, felhívó jelleggel tájékoztathatják az iskolák igazgatói vezetői arról a szülőket, mikor, milyen módon történnek a nyílt napok, hol és hogyan zajlanak majd a központi felvételik, milyen pozitív lehetőségek, milyen kihasználatlan berkek vannak még az iskolában, amit esetleg kihasználhatnak a szülők is, a gyerekek is, és azt gondolom, hogy egy széles paletta minél színesebb, annál nagyobb a választási lehetőség a szülőknek.